Hát örülök, hogy igazából az első helyzetecskémből, vagy hát egy átlövésből sikerült gólt ugnom, mert azon kívül nem is nagyon volt helyzetem. De önkritikus vagyok magammal, ma nem ment annyira a játék. Én azt gondolom, harcoltam, csináltam a dolgomat, próbáltam lehelyezkedni, amire az edző kért. Megpróbáltam megnyerni a párharcokat. Sajnos keveset voltam az első félbe, én szerintem játékba. Én nem éreztem magam annyira jónak. Ez nem feltétlen csak az én hibám, keveset ment a bal oldalon a játék. De hát azt gondolom, egy győztes meccs után nem legyünk elégedetlenek. Főleg úgy, hogy sikerült egy győztes gólt rúgnom. Most ilyenkor mindenki azt mondja, hogy a Halmosi Peti jól játszott. Most én meg most mondom azt, hogy most nem voltam az igazi. De igazából a gólom az megpecsételte úgymond a Fadinak a sorsát, és ez egy pozitív dolog. Az első fél időben, mivel védekező középpás nélkül játszott a Fradi, ez számomra hihetetlen volt, hogy ennyire feladják úgymond a védekezést. Ezért meg is... hogy Marotivéval nem kezd? Nagyon meg. Nem az, hogy a Marotivéval nem kezd, az, hogy védekező középpásuk nincs. Persze, ő ha ott van, akkor sokkal komolyabban tudták volna szűrni a dolgokat. Futball az én is az első fél időben kilettem állítva, a Marján is most egy kicsit túlpörgött. Én azt gondolom, hogy ez azért kezelte volna meg jobban a bíró. 50 vagy nem tudom hány méterről, 30-40 méterről vette észre, hogy most szólt ott a partjelzőnek, és odaadta neki a második sárgát. Én azt gondolom, hogy ha akarja a bíró, akkor az ilyeneket észre sem veszi, de hogyha már egyszer észrevette és szövegeles volt, akkor persze másik sárgalap után kiállítás volt, de így, ahogy mondtad, hogy mi igazából saját magunknak tettük nehézé, mert egy olyan szituációban ment a kéz, ami nem volt az, mert én sem láttam annak, de egy kicsit ott volt azért, a fazipán beszokták az ilyeneket fújni, meg a kiállítást is igazából magunknak köszönhetjük, akkor nem lett volna ilyen ez az utolsó 30 perc, de ebben a szezonban most már harmadszor játszottunk az utolsó fél órában emberhátrányba, hál' Istennek most sikerült ebből jól kijönnünk. A válogatottbeli fellépés az dopingból? 32 évesen ez is egy óriási dolog, főleg úgy, hogy egy haladásból legutóbb még én voltam 9 évvel ezelőtt válogatott, azóta nem volt senki, tehát nem hívtak senkit. Most újra én visszajöttem, és ez is bizonyítja, hogy igazából bárhonnan be lehet kerülni a válogatottba, és ez nekem egy óriási elégtétel. A haladás következő válogatottja Kokó lehet? Lehet a Kokó, elképzelhető, de 8 NB1-es meccse van, abból körülbelül 3-4 kezdő vagy 5 kezdő, úgyhogy még játszom ő csak sokat itt, játszom a Haliba, a Haliszurkolóban szerezzen örömet, és jönni fog az, mert sok van a kisrácban, nagyon sok.